Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Egyre kevésbé. Egyre kevésbé? Mennyire volt egyszerű átjönni Amerikából ide? Mennyire volt egyszerű? Bonyolult volt, vagy könnyű volt? Jó, tehát ráadásul a túloldalról. Ez hány ezer kilométer van? 10 000 kilométer? Jó. Oké. Egy kis idő kellett hozzá, míg ideértél, illetve ideértetek. No, szóval. Hát van egy érdekes világunk, és mi a legfőbb probléma a világunkkal? Vajon mi lehet a legfőbb probléma? Így van. Inkább azt is lehetne mondani, hogy egy ilyen elbutulás van, nem? Tehát az emberek így, mintha elbutulnának. Igen. Igen, sok ember azt se tudja, mit nem tud. De ez a legrosszabb, mert az embernek valamivel kapcsolatban nincs ismerete, akkor abban nem tud hinni. Az ember abban tud hinni, amiben ismerete van. De miért van szükség a hitre? Tehát az emberek az a baj, hogy a hitet összekeverik a vallással. Tehát valahogy ezt a múltban, ezt a két dolgot nagyon összekötötték, a vallást meg a hitet, pedig ugye van egy egyszerű dolog ezzel kapcsolatban, kis tanítással kezdjük akkor, jó? Hogy bár módszert azt nem adok, az csak a második részbe, de tanítás már belefér az elsőbe. Tehát, hogyha valamit benne nem hiszel, akkor hogy fogod megtapasztalni? Tehát, hogyha valamit meg akarunk tapasztalni, akkor abban hinni kellene. És valahogy ezt elfelejtik tanítani az embereknek. Hogyha valamit szeretnének megtapasztalni, akkor hinni kellene benne. Tehát az emberek nem is gondolják, hogy mennyire fontos a hit. Főleg azért, hogy az ember megtapasztalhasson dolgokat. Tehát, ha valamit nem hiszel el, nem hiszed el, hogy létezik, akkor hogy fogod megtapasztalni? Ugye tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Tehát hogy fogod megtapasztalni, hogyha valamiben nem hiszel? Tehát ha nem lesz, nem hiszel például abban, hogy lesz egy pozitív jövőd, hogy fogod megtapasztalni? Ha nem hiszel abban, hogy mit tudom én mondjuk, ha nincs mondjuk párod, akkor hogy legyen egy jó párod, akkor hogy fogod megtapasztalni? Ha nem hiszel abban, hogy mit tudom én, legyenek jó anyagi körülményeid, akkor hogy fogod megtapasztalni? Sehogy. Tehát, de az embereknek elvették a hitét. Tehát az embereknek nincs hitük. Mert azt gondolják, hogy a vallás meg a hit az összekapcsolódik. Tehát mivel ugye nem gyakorló vallásosok az emberek, ezáltal azt gondolják, hogy ha nem gyakorló vallásos valaki, akkor nem is kell rendelkezni ilyen hittel, mert hát a hit az ugye a valláshoz kapcsolódik. Tehát a hit az ahhoz kapcsolódik, hogy valamit megtapasztalja a jövőben. Mert amiben nem hiszel, és nem is akarsz benne hinni, azt hogy akarod megtapasztalni? Sehogy. Nem is fogod.
megtapasztalni. Csak azért mondom ezt, mert lehet, hogy ez nem tűnik érdekes témának, csak igazából a boldogulásod függ ettől. Tehát az embernek a boldogulása attól függ, hogy miben képes hinni. Ha képes hinni a jóban, akkor jó dolgok fognak történni vele. Ha a rossz dolgokban hisz, akkor rossz dolgok fognak vele történni. Ha abban hisz, hogy hát itt tudom én, mondjuk van egy párkapcsolat, létrehoz egy párkapcsolatot, és abban hisz, hogy hát úgyis szétmegyünk, hát akkor az fog történni. Tehát az emberrel az fog történni, amiben hisz. És azt gondolják az emberek, hogy hát ő nem hisz semmiben. Hát dehogy nem, megnézed, sok ember a rossz dolgokban hisz, a negatív dolgokban hisz. És akkor csodálkoznak, hogy negatív dolgok történnek velük. Mert az fog történni, amiben hiszel. Tehát azt gondolják emberek, hogy hát én nem hiszek semmiben. Dehogy nem. Hiszel a rossz dolgokban. És azért van probléma az életedben. Mert abban hiszel, hogy milyen rossz dolgok fognak veled történni. És azt meg is tapasztalod. Tehát azt tapasztaljuk meg, amiben hiszünk. Nem kellene a hitedet egy kicsit rendbe rakni? Hm? Vagy a környezetedben is olyan emberek vannak, barátaid is hasonlóak, mint te vagy. Rossz dolgokban hisznek. Hát ezt gondold végig, miért rossz a világunk? Hát ezért rossz a világunk, mert az emberek nagy része az rossz dolgokban hisz. Nem vicc, ez komoly. Tehát ezért van baj a világunkkal, mert az emberek rossz dolgokban hisznek, és nem jó dolgokban. Hát most gondold végig, ha egy ember jó dolgokban hisz, akkor jót fog cselekedni. Az, aki rossz dolgokban hisz, az nem fog jót cselekedni. Gondold végig. Egy olyan világban élünk, ami rossz irányba halad az emberiség. Ami felé halad, az rossz irány. De miért megyünk rossz irányba? Nagyon egyszerű a válasz. Mert a többsége az embereknek nem a jóban hisz, hanem a rosszban. Oké? De igazából azt is lehetne mondani, hogy az emberek nem tudnak különbséget tenni a jó és a rossz között. Mert azt gondolják, amit mostanában tanítanak nekik, hát hogy a jó meg a rossz az nézőpont kérdése. Hát a fészkes fenét nézőpont kérdése. Pontosan meghatározható, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát ez nem nézőpont kérdése. Meg van, akik azt mondják, hogy hát ez attól függ, honnan nézzük. Nem. Nem attól függ, hogy honnan nézzük. Tehát gondold végig, az a jó, amit szeretnél, hogyha veled történne. Amit nem szeretnél, hogy veled történjen, az nem lehet jó. Nagyon egyszerű. Nem? Tehát az emberek maguknak nem akarnak rosszat. És ha rosszat élnek meg, akkor annak nem örülnek. De amit szeretnél, hogy veled megtörténjen, és megtörténik veled egy jó, na, az jó. És amiben jól érzed magad, az jó. Nem? De úgy kellene az embernek jól érezni magát, hogy magától kellene jól érezni magát. Nem valami külső hatástól. Tehát egy olyan világot élünk, ahol az emberek nem tudnak maguktól, tehát nem tudják elérni, hogy maguktól jól érezzék magukat. Hanem kell valami külső segítség, hogy jól érezzék magukat. Például az alkohol, esetenként drog egyes embereknél. Oké, vagy valamilyen külső szórakoztatás. Vagy mit tudom én, valami
olyan, ami őt szórakoztatja. Tehát mit tudom én, mi szórakoztatja. Tehát, hogy el kell menni neki valahova, hogy jól érezze magát, érted? Tehát úgy értve. Tehát mit tudom, el kell menni kirándulni. Még ha csak úgy egyedül kirándul az erdőbe, akkor is jól érezze magát. De ez külső dolgok. Tehát az embernek magától jó kellene éreznie magát. Ha végig gondolja az ember, ki az, aki találkozott már mondjuk onnantól, hogy újszülött gyerekkel. Oké. Tehát, hát ha megnézzük, ugye a legjobb példa a csecsemők. Tehát a csecsemők. Tehát egy csecsemőnél, ha minden rendben van, akkor jól érzi magát. Nem kell szórakoztatni. Oké? Ő azáltal, hogy megfigyel, jól érzi magát. Érted? Sőt, még ugye kezdetben, az első napokban még megfigyelni se tud, max hall. Oké? Tehát érzékelései működnek, de hát még igazából a szemével olyan nagyon megfigyelést nem tud végezni. Mégis, hogyha rendben van, jól érzi magát. Tehát az ember így jött a világra, hogy képes arra, hogy magától jól érezze magát. Ezzel szemben az emberek mit csinálnak? Hát kell valamilyen olyan eszköz, ami szórakoztatja. Az lehet, hogy egy másik ember kell hozzá, hogy ő szórakoztassa magát. Tehát gondoljuk végig, hogy egy csecsemőnek csak akkor van problémája, ha valami baja van. Egyébként jól érzi magát. Főleg, ha már lát, akkor meg ugye még több érzékelése működik, és onnantól kezdve még inkább jól tudja magát érezni. És akkor ezzel szemben egy felnőttnek kell külső segítség ahhoz, hogy jól érezze magát. Nevetséges. Nevetséges. Tehát ugye mit csinál a csecsemő, mikor jól érzi magát? Elfoglalja magát. Például avval, hogy nézelődik. Érted? Az emberek mostanában úgy foglalják el magukat, hogy néznek egy pontot. Mondjuk, ami ekkora. Úgy hívják, hogy mobiltelefon. Vagy mondjuk ekkora. Úgy hívják, hogy monitor. Vagy ekkora. Úgy hívják, hogy tévé. Érted? Vagy még nagyobb. Úgy hívják, hogy kivetítő. Érted? Tehát, de egy pontot néznek, tehát ami azt jelenti, hogy egy területet néznek. Ha megnézed, a születésénél fogva a gyereket, az mindent megfigyel. És abban jól érzi magát, hogy mindent megfigyel. És az emberek elszakadtak attól, hogy ők is ilyenek voltak. Minden ember ilyennek született. Hiszen minden csecsemő ilyen. Addig, míg nem rontják el. Oké? Lehet, hogy téged is elrontottak. Tehát nem tudod magadat jól érezni. Tehát úgy magadtól jól érezni magadat. Gondold végig. Miért kell ahhoz, hogy jól érezd magad, az, hogy szórakoztassanak? Vagy miért kell valami külső eszköz ahhoz, hogy jól érezd magad? Hm? Tehát már elszakadtál attól, hogy képes legyél önmagad által jól érezni magadat? Most azt gondolod, hogy mit tudom, jól éreznéd magad, ha sok pénzed lenne. Jól éreznéd magad, ha mondjuk ez ilyened lenne, olyanod lenne, amolyanod lenne. De miért kell ahhoz valaminek lenni, hogy egy ember jól érezze magát? Hát gondold végig, a csecsemő úgy is jól érzi magát, hogy nincs semmije. Nincs tulajdona. Nem tud birtokolni. Érted? Nem tudja, mi az, hogy birtoklás. És mégis jól érzi magát. Fogalma nincs, mi az, hogy tulajdon, mégis jól érzi magát. Miért úgy akarod jól érezni magadat, hogy mondjuk egyre több a tulajdon? Gondold végig. Hát az ember, az nem ilyennek született. Ilyenné tették.
Tehát az embernek ilyennek kell lenni. Hát most gondold végig, menjünk megint vissza a csecsemőhöz. A csecsemő az feltétel nélküli szeretetre képes. Oké? Okay? Tehát te csecsemőként feltétel nélküli szeretetre voltál képes. Hol tartasz most ettől? Hm? Tehát emberek úgy működnek nagyon sok esetben, hogy meg akarják venni más szeretetét. Például a szülők meg akarják venni a saját gyerekük szeretetét. Hát nevetséges. Hát mikor egy szülő meg akarja venni a saját gyerekének a szeretetét, hogyan akarja megvenni? Hát ajándékokkal. Hogy elhalmozza a gyerekét ajándékokkal. Érted? Hát miért kellene? Hát gondold végig a múltban, hol halmozták el a szülők a gyerekeket ajándékokkal, amikor közel nem volt ennyi pénzük. Hol? Sehol. És a szülők annak ellenére mégis szerették a gyerekeket. Sőt, a gyerekek is szerették a szüleit. Na sőt, ha megnézzük, a szülőkhöz régen a gyerekek sokkal hűségesebbek voltak, mint manapság. Tehát sokkal hűségesebbek voltak. Tehát manapság, tehát mit tudom én mondjuk, az én nagyapámnak volt 8 gyereke. Az a 8 gyerek, az mind hűséges volt az apjához. Azért mondom, hogy az apjához, mert ugye az én édes nagymamám az anyám 6 éves korában meghalt. Ezáltal ugye neki voltak féltestvére is, lettek féltestvére is, ezáltal ugye nem tudom ugyanazt mondani az anyák esetében, de a nagyapám esetében tudom is. Ami azt jelenti, hogy a nagyapámat minden, tehát minden gyereke az ragaszkodott a nagyapámhoz, érted? És senki nem volt, tehát nem volt olyan, nekem nagyon népes rokonságom volt, még mondhatjuk, hogy most is van, csak már nem olyan közvetlenül, és ugye voltunk 24-en unokatestvérek, tehát elég népes rokonság, de én soha nem láttam senkinél azt, hogy a szülő, gyerek, az haragba legyen. Mondjuk tartósan. Anno, annak idején. Tehát ilyenek nem voltak. Vagy testvérek tartósan haragba legyenek. Tehát ilyen, mikor egy gyerek voltam, ilyen nem létezett. Tehát ez nem létező volt. Később lett már, mikor, hát mondjuk rá 30-40 évre, már volt olyan, hogy láttam ilyeneket, hogy test, a rokonságban is, hogy testvérek akár évekig nem szóltak hozzá, de az egymáshoz, de azok már az unokatestvéreim voltak. Tehát anyáméknál nem volt ilyen, hogy haragba legyenek egymással. Oké? Okay? 8-an voltak testvérek, de senki nem volt a másik karakban. De olyan se volt, hogy mondjuk párokkal ilyen gondok lettek volna. Az se volt. Tehát a múltban ilyen nem volt. Tehát nem volt olyan, hogy szülő haragudott a gyerekre, a felnőtt gyerekére, vagy fordítva. Érted? Összevesztek. Voltak ilyenek. És aki ugye az én korosztályom is visszaemlékszik gyerekkorra, ilyeneket rá visszaemlékezhet, hogy nem voltak ilyenek. Tehát egy olyan világot élünk, ahol az emberek sokkal, de sokkal rosszabb hangulatban, rosszabb állapotban vannak, mint amilyennek kellene lenni, illetve mint aminél a születésüknél fogva voltak. Hova lett a jó hangulat? Miért vagy függőségi viszonyba a külvilágtól?
Miért attól függ a te hangulatod, hogy mi van a környezetedben, vagy mi van a világban? Érted? Mi van a világban? Most gondold végig, régen is voltak háborúk. Például, amikor a szüleim voltak gyerekek, akkor volt a legnagyobb hidegháború. Akkor volt ilyen koreai háború. Érted? Akkor volt a kubai válság, meg ilyenek, érted? Az már ugye kicsit később volt. Már akkor nagyok voltak a szüleim. Tehát, sőt, már talán akkor én is éltem. Tehát, de erről mit se tudtak az emberek. Érted? Tehát ezáltal ugye nem is befolyásolhatta őket. Most azért befolyásol, mert tudod. Hát de én is tudom, de mégse befolyásol. Oké? Hát de miért? Hát mert mi közöm hozzá? Hát engem az befolyásoljon, amire van hatásom. Amire nincs hatásom, az miért akarna engem befolyásolni? Hm? Tehát az miért jó neked, hogyha olyan dolgokra, amire nincs hatásod, az befolyásol téged? Miért jó neked? Hm? Ja, azért, mert elérték nálad, hogy ez így működjön. De ez miért jó neked? Miért jó neked, hogy minden hatással van rád? Hm? Miért? Akkor hogy tudod élni az életedet, ha minden hatással tud lenni rád? Hát akkor nem a saját életedet éled, hanem te egy ilyen jó világpolgár vagy, nem? Akire minden hat. Amit akarnak a világunkban, hogy te jó világpolgár legyél, és minden hasson rád, ami a világban történik. Te mindennel legyél empatikus. Mindennel. Ezt akarják. Hát a jó világpolgár ez ezt jelenteni. Hogy mindenre hat, minden befolyásolja őt, ami a világban történik. Hát az befolyásoljon téged, ami veled történik, meg a családoddal közvetlenül, ami érint téged, nem? Ha nem érint, akkor miért kell, hogy befolyásoljon? Hm? És akkor csodálkozol, hogy nem elég jó a hangulatod? Nem is lesz elég jó a hangulatod, ameddig minden befolyásol téged, ami a világban és a környezetedben történik. Érted? Most mondok példát. Mert tudom én, mondjuk a második szomszédban nagyon verik egymást. Mi között hozzá? Csak most példa. Érted? Hála Istennek nem a családodban történt. Érted? Nem mindegy. És erre azt mondanád, hogy hú, hát ez micsoda gondolkodás. Hát hol van ez? A mai világban. Hát köszönöm szépen, nem akarok világpolgár lenni. Oké? Okay? Nem akarok. Én boldog ember akarok lenni, aki a saját életét él, és nem más életét. Világos ez? Vagy te mit akarsz? Az, hogy nem akarsz boldog lenni. Azt a más életét akarod élni? Azt akarod, hogy minden befolyásoljon? Miért jó az neked? Hm? Gondold végig. Régen nem voltak a hírek olyan közvetlenül odaérkezők, hogy az embereket befolyásolják. Még azt se tudták, hogy a szomszéd faluban mi történt. Vagy a szomszéd városban. És képzeld, hogy tök jól el voltak. Na, erre van gondot. De ha tudták volna, hogy mi van a másik faluban, tudod, mit csináltak? Megvanták a vállukat. Hála Istennek, hogy nem itt történt. Ezt mondták. Érted? És simán fogták, és túlléptek rajta. De képzeld el, emiatt a gondolkodás miatt maradt fenn az emberiség. Hogy tiszta és világos legyen. Ha az a fajta gondolkodással működik az emberiség és az egész bolygó
lévő emberiség elkezd avval a fajta gondolkodással működni, hogy minden hatást, külső hatást befogadunk világpolgárként, akkor ez az emberiség kipusztul. Akkor nem fognak szülni az anyák, mert nincs értelme annak, hogy szüljenek. Nem tudom, nem csinálnak majd gyereket a férfiak, mert nincs értelme annak, hogy csináljanak. Gondold végig. Tehát ahhoz, hogy fennmaradjon az emberiség, ahhoz kell egy olyan fajta működés, mint ami eddig is volt. Hogy mit tudom, a szomszéd faluban történt valami katasztrófa, és akkor megrántották a vállukat, és azt mondták, hála Istennek, hogy nem itt történt. Vagy a szomszéd országban történt egy katasztrófa, és akkor azt mondták, hogy hála Istennek, hogy nem itt történt. És mentek tovább, csinálták a dolgukat. Itt a világpolgárként, meg ugye az működik, fantasztikus módon, hogy jaj, zsombozódjunk le. Érted? Jaj, mi lesz velünk? Istenem, Istenem. Nem? Ez a világpolgár. És akkor jó, megyünk a kipusztulás felé. Hát nézd meg, hol hallottál régen olyat, hogy mit tudom, azt mondta egy nő, hogy ő nem akar gyereket szülni. Tudna, de nem akar. Hol hallottál ilyet? Soha ilyen régen nem volt. Hogy egy nő olyat mondjon, hogy nem akar gyereket szülni. Hányszor lehetett olyat hallani például, hogy hát ebbe a világba gyereket szülni. Most. Ez nem múltban, most. Pedig ez a világ, ha megnézzük, hát gyakorlatilag sokkal jobb, mint volt. Milyen szempontból jobb? Hát abból a szempontból, hogy sokkal szabadabb lehetsz. Gondold végig. Mondjuk valaki, mit tudom én, mondjuk az én nagyapám, beszületett ugye abba a családba, volt 21 vagy 24 hold földje, vagy hektár, már mit tudom én melyik volt, mindegy, nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy abból élt a család. És gondolom, abból élt a dédapám is, abból élt az ükapám is. Érted? Meg a családjai természetesen. Tehát ők beleszülettek egy lehetőségbe, és abból a lehetőségből nem tudtak kilépni. Világos ez? És ez így volt évezredeken keresztül. Hogy az emberek beleszülettek egy környezetbe, és kész, és abból nem léptek ki. Tehát ami azt jelenti, hogy azon túl nem léphettek. Tehát valaki, mit tudom én, mondjuk földművelőnek született, akkor a biztos, hogy az ükapja, vagy a dédapja, vagy mit tudom én, hány iziglen. És ugyanaz volt a helyzet, érted? Most megnézed, csak a nagyobb lehetőségek vannak. Te bármi lehetnél. Ami szeretnél lenni? Vagy rosszul látom? Tehát akármilyen családba születtél, te teljesen más is lehetsz, nem? Miért ugyanazzal foglalkozol, mint a apád foglalkozott, vagy édesanyád foglalkozott? Valószínűleg nem. Tehát hát sokkal nagyobb választási lehetőséged van, érted? Lehetőségeid vannak. Régen valaki, mint a bárónak, vagy hercegnek, vagy grófnak, vagy akárminek született, akkor azt tutira vehette, hogy már mit tudom én, hányadik iziglen is ugyanazok voltak az ősei. Érted? Tehát aki földműves szülőnek született, az nem lehetett gróf. Oké? Jó, most ugye már rangok már itt nálunk nincsenek. De hát lehetőségek vannak. És az emberek azt gondolják, hogy ez egy rossz világ. Hát soha nem volt ennyi lehetőség, mint ami most van a világunkban. Hát ugye én 80-as évek óta használom ki a lehetőségeket. 80-as évek óta.
De azóta a lehetőségek nem csökkentek, hanem nőttek. Oké? És akkor ezzel szemben ugye mit látni? Azt, hogy az emberek nem használják ki a lehetőségeket. Nem. Nem élnek a lehetőségekkel. Tényleg? Hát persze, hogy nem élnek. Tehát régen hiába voltak jó hangulatúak az emberek, nem volt lehetőség. Nem volt választási lehetőségük, érted? Most sokkal nagyobb választási lehetőség. Gondold végig, az én nagyapám, mit tudom én mondjuk, 3 vagy 4 falunknál arrébb távolságra, akkor volt, ha följött a lányához, érted, vonatta, anyuhoz, Budapestre. De egyébként onnan nem mozdult ki, érted? Tehát igazából nem volt választási lehetősége. Ott érte le az életét azon a környéken. Hát most ott utazhat az ember a világban bárhova, nem? Hát sokkal szabadabb világ van, mint volt. Nem? Mert mit jelent a szabadság? Oda mész, ahol akarsz. Az megvan, régen nem volt. Akkor, amikor akarsz. Ez megvan, régen nem volt. Azzal, akivel akarsz. Ez sem volt régen. És itt van egy dolog még, hogy addig maradsz, ameddig akarsz. Hát ez meg tőled függ, hogy meg tudod-e teremteni, hogy ez a negyedik is létrejöjjön. Mert a lehetőség megvan, a múltban nem volt meg, mondjuk a 80-as évek végétől talán már elindult az, hogy kihasználhatsz olyan lehetőséget, hogy addig maradhass, ameddig akarsz. Mert ugye az, hogy addig maradhass, ameddig akarsz valahol, az mondjuk pénzkérdés. Hát az pénzkérdés. Tehát az, hogy hát jó, az is pénzkérdés, hogy oda menj, ahova akarsz, csak nem annyi pénz, érted? Tehát az a sok pénzkérdés, hogy addig maradj, ameddig akarsz. És akkor azt mondod, hogy ó, de hát sok pénz. Hát honnan a manóból gyűjtsön az ember annyi tartalékot, hogy a tartalékból az ember addig maradjon, ameddig akar. Ez a klasszikus gondolkodás. De miért kellene klasszikus gondolkodású lenni? Miért? Hát az embernek olyan jövedelemre lenne szüksége, ami akkor is jön, ha mondjuk bárhol a világban van. Érted? Bárhol a világban. Ezt azért a 80-as évek végén még nehezen lehetett megcsinálni. Még a 90-es évek elején is nehezen lehetett megcsinálni. De azóta meg lehet csinálni. Hogy bárhol az ember van a világban, addig maradhasson, ameddig akar. Mert olyan jövedelem forrása van, ami ezt megengedi. Oké? Tehát most gondold végig, csak mondok egy példát. Ha ne adj Isten, neked innen el kéne költözni. Mit kezdenél külföldön egyik napról a másikra? Hm? Tehát mondom, ne adj Isten. Csak gondold végig. Tehát most van itt egy itteni foglalkozásod, érted? Attól függsz, attól az itteni foglalkozástól. Nem? Vagy rosszul látom? És ha elköltözöl, akkor azt az itteni foglalkozást nem tudod művelni. Sőt, sokan, ha csak arrébb költöznek 200 kilométerrel, már azt a foglalkozást nem tudják űzni, amit csinálják. Vagy amit csinálnak. Gondold végig, hogy a mai világban lehetőség van arra, tehát gondold végig, nagyapám nem tudott elmenni a falujából, mert akkor ott a falu környékén volt a,
ugye az a 21 hold, vagy hektár, mindegy. És akkor neki ott kellett, meg az állatok is ott voltak az udvaron belül, nem mehetett el. Nem volt lehetősége, még arra se, hogy két napra elmenjen, érted, vagy háromra. Akkor valakit meg kellett bízni, hogy csinálja azt addig az állatokat, mondjuk. Érted? Tehát lásd át, hogy egy olyan világunk van, ami nem volt régen. Ahol sokkal több lehetősége van az embernek a szabadságra, mint valaha. Csak próbálják tőled elvenni az igényt a szabadságról. Persze. Ne akarsz szabad lenni, mert azt gondolod, hogy egy ember nem lehet szabad. Hát mitől lehet az ember szabad? Hát azt mondod, hogy ki kell találni valamit. Figyeld, életemben én többször találtam ki egyedi dolgokat. Üzleti egyedi dolgokat. Baromi macerás. Tényleg? Nagyon macerás. Tehát a kitalálástól a megtérülés az mindig több év volt. Érted? És azok a tevékenységek is, hát bizony Magyarországhoz kötöttek teljes egészében. Teljes egészében. Igaz, hogy piacvezetői pozíciót sikerült elérni, akkor is Magyarországra. Magyarországhoz kötődött. Hát most gondold végig, itt van egy olyan világ, amivel a legtöbb ember nem elégedett. Bárkitől megkérdezed, mondjuk 100 embertől megkérdezed, hogy mit szól ez a jelenlegi világunkhoz, tudti, hogy 95 azt fogja mondani, hogy hát nem, milyen szar ez a világ. Érted? 95. Legalábbis itt a hazánkban. Na most gondold végig, ha egy ember azt mondja, hogy hát nem jó ez a világ, és megkérdezed tőle, hogy mi a baj ez a világban, el fogja sorolni. Mint ahogy ti is elsoroltátok. De egy teljesen idegen ember is ugyanezt fogja csinálni. Hát bárkitől megkérdezed, mondjuk, mit tudom én, nem áll mögötted a sor a pénztárnál, és a pénztárost megkérdezed, mikor valamit vásárolsz, és senki nincs mögötted is. Ezért van időd beszélgetni. Hát mit szól ez a jelenlegi világunkhoz? Akkor azt fogja mondani, hogy hát elég érdekes világban élünk, és mit lát, mi a gond? És el fogja mondani, érted, hogy ő mit lát. És lehet, hogy 10 emberrel beszélsz, akkor 10 féle dolgot fog mondani. De ez lényegtelen, nem ez a lényeg. Hanem az emberek nem elégedettek valamivel. És tudod, ez úgy működik, hogyha a jó élet legnagyobb akadálya az elégedettség. Tehát még egyszer mondom, a jó élet legnagyobb akadálya az elégedettség. De itt nem elégedettségről van szó, hanem elégedetlenségről van szó. Hogy az emberek nagyon nagy százaléka az nem elégedett azzal, ami van. És nem gondolod, hogy ezt meg lehet lovagolni? Ha megkérdezel 100 embert, mondjuk arról, hogy akar-e étrendkiegészítőt szedni, akkor azt mondja, hogy van már, vagy van már neki. Vagy azt mondja, hogy ja, hát ő pótolja élelmiszerekből, stb. Stb. Ha bárki, bármilyen témában, mit tudom én, mondjuk mennyi akar életbiztosítást kötni, vagy bármit, érted? Megkérdezel emberekre, nem találkozol olyannal, hogy 100-ból 95 hasonlót fog mondani. Tehát ilyet nem találkoz, ilyennel nem fogsz találkozni. Semmilyen témában nem fogsz találkozni. És itt van egy téma, az, hogy mit szólsz ez a jelenlegi világunkhoz. És akkor elmondják, hogy mivel nem elégedettek, érted? És az ember olyan, hogyha valamivel nem elégedett,
akkor szeretne azzal a dologgal kapcsolatban elégedettebb lenni. Oké? Nem? Miért te nem így vagy? Amivel nem vagy elégedett, abban nem szeretnél elégedett? Ha nem vagy elégedett a pároddal, nem szeretnél elégedettebb lenni? Csak most mondtam egy példát. Tehát bármivel, amivel nem vagy elégedett, nem szeretnél elégedettebb lenni? Dehogy nem. Nem vagy elégedett azzal, hogy háborúdul mondjuk a szomszéd országban. Nem háború az, mert konfliktus. Mindegy. Jó, konfliktus dúl. És hát gondold végig, hát ugye mikor lenni elégedett, ha nem dúlna? Hát nem. És akkor már elégedett lennél, mert abban maradt a háború. Békét kötöttek, kész. Tehát ez ezt jelenti, hogy az ember, amivel nem elégedett, annak az ellentétét szeretne. És itt van egy dolog, amiben az emberek kb. 95%-a egyöntetően egyetért. És te ezt nem használod ki. Hát akkor neked nincs kellő üzleti érzéke. Érted? Milyen üzleti érzék? Most az, hogy gondold végig, hogy az ember, ha szabad akar lenni, akkor ugye még egyszer mondom, tehát azt megteheted, ha van fizetésed, hogy oda menj, ahol akarsz. Ha van fizetésed, azt is, hogy akkor, amikor akarsz. Ha van fizetésed, azt is megteheted, hogy azzal menj, akivel akarsz. De nem maradhatsz addig, ameddig akarsz. Ahhoz kellene sokkal több rendszeres havi jövedelem. Egy, kettő, és olyan jövedelem, amiért ott is tudsz tenni. Nem helyhez kötött. Tehát a világon bárhol tudsz tenni, és nincs helyhez kötve. Érted? És a jövedelem akkor is jön. Nem gondolkoztál te még ezen? Tehát három olyan tevékenységünk volt ezelőtt, amiben piacvezetők voltunk. Mind a hármat azért hoztam létre, hogy az embereknek jövedelemforrást teremtsek. Tehát nem azért hoztam létre azt a hármat, amiben piacvezetők voltunk. Jó, abból még kettőben mindig piacvezetők vagyunk, pedig nem csináljuk lassan évtizedek óta, és mégis nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy azért hoztam létre, hogy jövedelemforrást teremtsek az embereknek, nem magamnak, nem a családomnak, az embereknek. Hú, de furcsa gondolkodás ez, amikor az emberek úgy gondolkodnak, hogy magamnak. Nekem eszembe se jutott, csak én tudtam azt, hogy ha más jól jár, akkor én is. Világos ez? Ez a különbség. Tehát, de lett egy negyedik tevékenység. Miért kellett abba hagyni a harmadikat? Mert mindig megváltoztak a körülmények, a jogszabályok. Gyakorlatilag igen. De szó szerint értsétek. Mind a három esetben megváltoztatták a jogszabályokat, és az a lehetőség az onnantól kezdve közel nem volt akkor a lehetőség. Jó? De nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy létrehoztam egy harmadikat. De azt miért hoztam létre? De már nem ezért. Nem azért, hogy jövedelem lehetőséget, bár a fejemben ez valamilyen szinten akkor is benne volt. Hanem tudod miért hoztam létre? Mert kaptam erre egy megbízást. Na vajon kitől? A teremtőmtől. Na erre vargombat. Nem vicc. Ez egy látomásban volt, hogy ezt meg kell csinálni. Mit kell megcsinálni? Egy más világot, egy jobb világot kell létrehozni. És ez úgy működik, hogy minél tudatlanabbak az emberek, annál rosszabb világunk van, minél tudatosabbak lennének az emberek, annál jobb világunk lenne. És erre volt egy felkérés, szó szerint.
hogy a csapatommal ezt csináljuk meg. Tehát ez volt a motivációm. Nem az, hogy jövedelmet nyújtsak. Aztán utána elkezdtem számolni, és rájöttem arra, hogy jövedelem szempontjából ez bárki számára páratlan. Szó szerint páratlan. Tehát ami azt jelenti, a páratlansága, hogy itt az egyik, hogy az emberek 95%-a nem elégedett azzal a világgal, amiben vagyunk. Tehát magyarul tudunk neki segíteni, hogy elégedett legyen azzal a világgal, amiben vagyunk. Tehát most gondold végig, te azt gondolod, hogy hú, az mennyire nem empatikus, hogyha az ember, mit tudom én, nem érzékenyül el arra, hogy mondjuk Timbuktuban, vagy mi a Manóban, mit tudom én, hány ember meghalt. És akkor ez milyen, micsoda borzalmas ember az, aki nem érzékenyül arra, hogy Timbuktuban meghalt valaki, vagy valaki, érted? Hála Istennek, hogy nem a párod halt meg, és nem volt ott, nem? És gondoltok kezdve, örülj neki. Vagy a gyereked. Tehát miért kellene elérzékenyülni attól, amihez köze nincs az embernek? Hm? Ja, mert elérték, hogy elérzékenyül. Ja, gyereket, gyerekkortól fogva. Ú, de fasza. Világos? Tehát nem kellene tenni azért, hogy legyen egy olyan világunk, ahol az emberek abban jól érzik magukat. Hm? De nem az a jó érzés, érted, hogy jó, akkor csináljuk azt, hogy mit tudom én, ugye vannak ilyen gondolatok a világban, hogy persze, hogy meg lehetne azt csinálni, hogy mindenkinek adjunk, mit tudom én, alapjövedelmet. Erre mondok példát, jó? Tehát a férfiak erre a jó példák. Amikor a férfiak nyugdíjba vonulnak, akkor a férfiak jó része a nyugdíjba vonulás környékén földobja a talpát. És kikísérik a temetőbe. Oké? Okay? Tudod miért? Mert az ember úgy lett legyártva, ha nem tetszik neked, akkor is így van, hogy tevékenykednie kell cél érdekében. És ha egy embernek már nincs célja, akkor feldobja a talpát. És ha az ember mondjuk kap alapjövedelmet, akkor onnantól kezdve mi a cél? Tehát ha megnézed az embert, mindenbe bele lehet unni. Az emberek nagy része megunja ezt, azt, amazt, érted? És akkor változtatni akar. Oké? Okay? De ezzel most mit akarok mondani, mikor ezt ismeritek? Hát azt, hogy kevés lesz, kevés lenne az a jövedelem, amiben meg tudnád oldani mondjuk egy alapjövedelemből, hogy úgy élj, ahogy szeretnéd. Érted? Tehát az alapjövedelem arról szólna, hogy mondjuk az egy segély, és segélyszinten élj. Az mondjuk, most azt mondanám, hogy mondjuk 200 ezer forint. Mai szinten. Nettó. Az segélyszinten el van vele az ember. Jó, de nem is ez a lényeg. Mi jött ide? Nekem nem kell, hogy ide jöjjön. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy van itt egy lehetőség, ami az egész működésünknek az alapja. Tehát azért tanulnak itt az emberek, mert nem elégedettek azzal, ami ma jelenleg a világunkban van. Ezért tanulnak itt. De miért kell ahhoz itt tanulni? Mert ez az egyetlen szervezet a világon,
amely nem tudsz mondani egy olyan problémát, amire én nem tudnék mondani megoldást. És ez nem nagy képűség, hanem ez tény. Oké? Tehát gyakorlatilag az embereket hozzásegítjük ahhoz, hogy boldoguljanak az életükben, bármilyen területre tévednek. Milyen területre tévedhetnek, nézzük meg. Itt van ez a 10 terület. Ezek közül bármelyikre téved, akár egyszerre, párhuzamosan is, tudjon boldogulni. És mi a boldogulás? Azt gondolod, hogy az a boldogulás, hogy jön egy probléma, és megoldod. Nem, nem ez a boldogulás. Az a boldogulás, hogy megelőzöd a problémát. Nem tudom, elég világos voltam-e. Tehát, hogyha te kapsz egy problémát, akkor te azért kapod a problémát, mert valamit nem jól csináltál. Ezt jó, ha tudod. És ha ezt te nem így gondolod, ez akkor is így van. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy akkor nem jobb megelőzni. Tehát nem az a jobb, hogyha valamit jól csinálunk, és nem kell problémát kezelni, azzal szemben, hogy rosszul csináltál valamit, és akkor kezelni kell a problémát. Nem ez az egyszerű. Hát és gondold végig, kérdés. Ki az, aki hisz, van valami felsőbbrendű lényben? Oké? Isten vagy valami ilyesmiben. Jó? Nem hiszed? Hátul. Ja, jó, oké. Te? Jó, csak a kezeteket nem láttam. Ja, bólogattak, oké? Ja, rendben. Tehát még egyszer, ki az, aki hisz ilyenbe? Mindenki föltette a kezét. Oké, nagyon szuperek vagytok. Jó, tehát az azt jelenti, hogy ugye ők hozták létre az emberiséget. Ez ilyen egyszerű. De nem csak az emberiséget, hanem ezt a bolygót is. Jó? És ezen a bolygón gyakorlatilag az összes élőlény. Maradjunk ennyiben. Jó? Na most akkor nézzük tovább. Létrehozták a bolygót, az élőlényeket, emberiséget. Milyen céllal? A lélek fejlődése okán. Ezért hozták létre. Azért, hogy a lélek fejlődjön. Ugye azzal mindenki tisztában van, hogy van lelke. Ki az, aki úgy gondolja, hogy van lelke? Kezeket megint? Oké, szuper, köszönöm szépen. Mindenki így gondolja. De a léleknek fejlődni kellene. Miért kellene fejlődnie? Hát, hogy helyesen csinálja a dolgokat. Tehát a fenti működés olyan, hogy tiszta és világos legyen, hogy nem problémákat hoznak létre, hogy utána meg kelljen oldani, hanem képesek arra, hogy megoldják a problémákat. Nem tudom, elég világos voltam-e. Illetve megelőzzék a problémákat, bocsánat. Tehát megelőzzék. Tehát a fenti létformában úgy működnek, hogy képesek megelőzni a problémákat. Az ember az alapvetően úgy működik, hogy létrehozza a problémát, és akkor utána próbálja megoldani, de hát ugye ki szokott próbálkozni? A kutya. Így van. A kutya szokott próbálkozni. Tehát ugye nem próbálkozni kellene, hanem tenni, cselekedni, hogy az ember képes legyen rá. Tehát most gondold végig, a fenti létformában minden lény képes arra, hogy megelőzze a problémákat. Oké? Na most, hogy lesz az ember képes arra, hogy megelőzzen egy problémát? Úgy, hogy sok problémával találkozik. És vagy látja a megoldásokat, és tanul belőle, vagy rájön a megoldásokra, és megoldja a problémát. Világos ez? Na most, ha az ember problémával találkozik, és megoldja a problémákat, vagy látja, hogy máshogy oldja meg, akkor utána gondolkozhat azon, hogy vajon a Júcsi, a Józsi meg a Pisti
meg a Marcsi miért kaphatták ezeket a problémákat? Vagy gondolkozhat azon, hogy saját maga miért kapta ezeket a problémákat, bár ugye ebben a saját magunkkal az a baj, hogy fától nem látjuk az erdőt. Ezért sokkal egyszerűbb, hogyha másra ránézünk, és látjuk, hogy ó, hát a Júcsi azért kaphatta, Marcsi meg azért, a Pista meg a stb. Stb. Jó? Tehát ezért. És akkor azt mondja, hogy aha, akkor ha én ugyanazt csinálnám, mint mondjuk ők csinálták, akkor lehet, hogy én is kapnék problémát. Akkor lehet, hogy nem azt kéne csinálnom, hanem az ellenkezőjét, hogy én ne kapjak problémát. És akkor így az ember elgondolkodik ilyen dolgokon, legalábbis én ezt csináltam, megcsinálom. Érted? És az ember ebből tanulhat, inkább úgy mondom, ha akar, akkor tanulhat. Hogy megelőzze a problémákat. Tehát én például 13 éve gyűjtöm a problémákra a megoldásokat. 13 éve. Van több száz oldalam ezzel kapcsolatban, ahol a problémák vannak felsorolva, meg a megoldások. Oké? Okay? Tehát az ember tanul abból, mint szellemlény, tanul abból, ugye, mert hát a szellemünkkel tanulunk. Oké, bár azt gondolják az emberek, hogy az agyunkkal tanulunk. Hát figyelj, sok állatnak van agya, de elég korlátozott a tanulási képessége, nem? Ehhez képest az embernek hát sokkal nagyobb tanulási képességei vannak, bármilyen állathoz képest, nem? Vagy rosszul látom? Tehát a szellemi képességeinkkel tanulunk. Tehát ennek van egy nagyon érdekes része, hogyha az ember ezzel foglalkozik, hogy az agyunk az eléggé korlátozott kapacitású. Viszont a lelkünk az korlátlan kapacitású. És akkor tanulhat az ember az agyával, és tanulhat a lelkével. És akkor most ezt nem érted, jó? Akkor mindjárt megmagyarázom. Amikor az agyunkkal tanulunk, akkor úgy tanulunk, hogy mondjuk megtanultuk azt, hogy mennyi 5 meg 5. Tehát magyarul az agy adatokat tanul. Oké? Okay? Tehát megtanítod az agyadat, és akkor visszaadja a megtanult információkat. Oké? Okay? De az agy, akármilyen hihetetlen, nem képes arra, hogy kombináljon. Mit jelent a kombináció? Azt jelenti, hogy az megtanult adatokon felül kitaláljon dolgokat. Erre az agy képtelen. Akkor miért képes mégis az ember erre? Mert a lelkünk képes a kombinációra. Világos ez? Tehát a lelkünk besegít az agyunkon keresztül, hogy olyan dolgot is kitalálj, amit ről nem is hallottál. Világos? Honnan tudni ezt, hogy ez így van? Nagyon egyszerű. Hát ha megnézed, az állatok nem tudnak kombinálni. Nincs kombinációs képességük. Nem tudnak mérlegelni, nincs mérlegelő képességük. Nem találnak ki maguktól dolgokat. Ami benne van az ösztönükben, vagy amit megtanítottak nekik, azt csinálják. Kész. De az ember, az képes kitalálni dolgokat.
olyat, amit más nem csinált. És ez azt jelenti, hogy nincs információja avval kapcsolatban, mégis meg tudja oldani. Mert van egy lelke, amelynek van egy ilyen fajta működése. Tehát magyarul a lelkünk a sokkal több, sokkal, de sokkal több tudással, tényleges tudással rendelkezik, mint amit elképzeltünk eddig, mert az agyunkban lévő információk alapján gondolkodtunk. Tehát maga a lélek hozza létre azt, hogy az ember több legyen, mint amennyit csak tanult. Sokkal több legyen, mint amennyit tanult. Tehát a tanulás az csak egy adat, ha megnézed. Hát most gondold végig, hányszor tanultál már olyan dolgokat, hogy oda kerültél egy helyzet elé, és a tanultakat nem tudtad felhasználni. Ha nem hiszed, hogy volt ilyen, akkor mikor a szakmádat tanultad. És utána azt mondták, jó, akkor most itt van, és old meg ezt a feladatot. Már nem a iskolában, hanem amikor elhelyezkedtél. És azt mondtad, hogy bocsi, nekem ebben segítségre van szüksége. Tehát azt mondták, hát de ezt tanultad. Hát jó, de ez csak elmélet volt. Érted? De ha az ember elkezdi használni a lelkét, amely képes a kombinációra, akkor képes arra, hogy kitalálja, hogy hogy oldja meg. De ahhoz jó állapotban kell lennie az embernek, hogy ezt meg tudja csinálni. Ha az ember nincs elég jó állapotú, akkor nem tudja megcsinálni. Akkor marad az agya. És nem tudom megoldani. Ja, Istenem, mi lesz vele? És akkor max két segítséget. És akkor megtanítják neki, hogy azt a helyzetet hogyan oldja meg, de jön megint egy helyzet, és megint segítségre van szüksége, mert magától nem találja ki. Az állatok ilyenre nem képesek. Mi emberek vagyunk erre képesek. De ezt mi nem használjuk ki? Ezt a képességünket. Jó, mert eddig nem tanította senki, hogy van ilyen képesség. Aha, de most tanulod, hogy van ilyen képesség. Innentől ki tudnád használni? Nem kellene ki használni. Vagy tök jó az, hogy oda mész, ahol akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, de legfeljebb nem maradsz addig, ameddig akarsz. És mi lenne akkor, ha azt mondanák, hogy puf, holnap mit tudom én, összecsapott a NATO az oroszokkal. Akkor azt mondanád, hogy na, hadd hulljon a fejemre a bomba. Erre várnál? Mi nem gondolod ezt komolyan? Itt van egy lehetőségünk arra, hogy tanuljunk olyan dolgokat, amit a világon sehol nem tanítanak. De tényleg. Tehát így komplexen. Nem a részleteket mondom, hanem komplexen. Nem tanítják. Egy, kettő. Van egy lehetőség arra, hogy te olyan jövedelem forrást biztosíts magadnak itt nálunk, amit bárhol tudsz csinálni a világban, és meg tudsz belőle bőven élni. Oké? Ez egy plusz lehetőség. De gondold végig, ha már az ember mondjuk jövedelem teremtő lehetőségeben gondolkodik, akkor talán olyan jövedelem lehetőségben kell gondolkodni, ami nem helyhez kötött. Amiben van lehetőség arra, hogy az ember mondjuk évente, mit tudom én, 50, 100, vagy 20, vagy akárhány százalék jövedelem gyarapodást tudjon elérni. Érted? És nem mástól függjön, hanem tőle. És ha már
lehetőség, akkor az ember olyan lehetőséggel foglalkozzon, ami nem állás, hanem szabad üzlet. Amit bárhol lehet csinálni, érted, a világban. És ami azt jelenti, hogy akkor is jön jövedelem, ha éppen valamilyen formában nem tudod csinálni, mert mondjuk éppen vezetsz, mert utaznod kell. És akkor éppen nem tudod csinálni. Ezt nem azt mondom, hogy hagyd ott mindent, és kezd el az ilyenfajta tevékenységet. A tanulás az nem tevékenység. A tevékenység az a jövedelem teremtő tevékenység. Hanem az, hogy kezd el mellette. Kezd el mellette. Ami annyit jelent, hogy érd el azt, hogy minél több jövedelmed legyen ebből a tevékenységből. És ha végig gondolod, nem találsz még egy olyan tevékenységet a Földön, amire azt tudják mondani, hogy az imént említettem, 100 embert megkérdezek, 95 azt fogja mondani, hogy nem elégedett azzal, ami a jelenleg a világunkban van. És nekünk olyan emberek kellenek, akik ezt mondják. Az nem azt jelenti, hogy mindenki azt fogja mondani, hogy hú, akarok tenni. Nem, mert sok ember azt akarja, hogy helyette más megtegye. Érted? De vannak olyanok, akik tennének igenis azért, hogy egy jobb életük legyen. És ezt mi tudjuk biztosítani? Nincs más ilyen lehetőség bolygószinten. Szeretetkort kell létrehozni innen a Kárpát-medencéből. Hála Istennek itt vagyunk. És ezért nem is valószínű, hogy innen el kell menni. Oké? Okay? De miért ne lehetne elmenni? Bármi miatt. Nem? Bármennyi időre. És akkor az ember, ha kell, visszajön. Tehát itt van ez a 10 terület. Segítünk az embereknek ebben a 10 területben, bolygószinten. Ezen a bolygón szeretett kornak kell lenni. 2035-ig. Oké? Okay. Meg kell csinálni. Nagy baj lesz, hogyha erre nem lesz minta, amit elkezdenek követni. Érted? És ami megy tovább majd itt az emberiség életében. És hogy miként, merre, meddig, most gondold végig. Maga a képzések teljesen megfizethető áron vannak. Majd kérdezd meg a meghívottól, hogy mennyibe kerül egy havi képzés. Sehol nem kapsz ilyen képzéseket ennyiért, közelébe sem. Jó? Tehát ugye tudod, hogy ma átlagosan az ilyen típusú képzések, azok mondjuk óránként olyan 7000 forint. Óránként. Jó? Hát nálunk nem. Nálunk mondjuk 420 forint. Kis különbség. Jó, tehát várunk szeretettel, ha szeretnél egy jobb világban élni. És szeretnél magadnak is egy jobb világot teremteni. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Csinálunk 30 perc szünetet, utána coach képzésünk lesz. A coach képzés azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Ugye azt jelenti a coach. És hát, ugye a coach képzés, a coach az egy szakma. Tehát az embereknek egy szakmát is adunk. A szakmával bizonyítványt és diplomát is adunk. Jó? Csak hogy tiszta és világos legyen. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!